Spanyolország egyik legígéretesebb divattervezője, Nicolás Montenegro a járvány idején visszaköltözött Sevillához közeli szülőfalujába, ahol varró nők generációi élnek. A designer tavaly márciusban tért vissza Lantejuelába, hogy közelebb lehessen rákkal küzdő édesapjához, aki végül novemberben hunyt el koronavírus miatt. A divattervezőt ő ösztönözte, hogy indítsa el saját márkáját. Édesapám mindig jelen van a gondolataimban, mindig velem lesz támogatásképpen. Ő alapvető pillére a vállalatomnak, és továbbra is az, még akkor is, ha fizikailag már nincsen velünk. Nicolás Montenegro vállalkozása fellendítette a helyi gazdaságot, amelyet súlyosan érintett a járvány. Jelenleg amilyen a helyzet, az az igazság, hogy ő nagyon sokat segít nekünk, mondja ez a varrónő. Te segíted őt a munkájában, ő pedig segít pénzügyileg, mert semmi, de semmi más nincs most. Voltam a törökországi Izmirben, aztán Indiában, Bombayben és Új-Delhiben, meséli egy másik varrónő. Állandóan repülővel jöttem-mentem egyik városból a másikba. Így családot tudtam alapítani, most van egy 4 éves gyerekem. Nicolás Montenegro jelenleg egy őszi-téli kollekción dolgozik, amelyet Madridban és online is szeretne bemutatni.